Magyarországon évente átlagosan 130 ezer ember hal meg, vagyis naponta 350 család veszít el valakit, akinek a hiányát vélhetően sokáig érzi, vagy akinek az elvesztését nagyon hosszú ideig fel sem tudja dolgozni. Ez utóbbin szeretne változtatni a Hospice Alapítvány, amely már több mint egy évtizede szövetkezett a hegyvidéki önkormányzattal, és akciókat szervez, hogy a gyerekek fejében a helyére kerüljenek azok az elmúlással kapcsolatos dolgok, amelyeknek a feldolgozására a felnőtt emberek nagy része nincs felkészítve. Magyarországon sajnos még nem általános, hogy az elmúlást az élete részének tekintik, ezért is különös jelentőségű, hogy a narcisz ültetéssel, illetve a hozzá kapcsolódó magyarázattal, vagy éppen egy közös narcisz futással felhívják a gyerekek figyelmét, az élet a megszületéstől a virágzáson át az elhervadásig, vagyis a halálig tart. Minden családban előfordul, előbb vagy utóbb egy-egy haláleset vagy betegség, amivel nehéz szembe találni magunkat és a gyerekeknek ezt megértetni. Tehát ez az egyik dolog, ami fontos, és maga a hospice gondolat az, hogy az élet végének is méltóság teljesnek kell lenni, és az utolsó pillanatig az a cél, hogy méltóság teljesen tölthessék az emberek, a nagy betegek is az életüket, és ez még az, amire próbáljuk érzékenyíteni a gyerekeket már ilyen kiskortól kezdve. A narcisz ültetés és maga a narcisz ezért van. A Covid, illetve ennek következményeként nagyon sok idős családtag elvesztése még nagyobb feladatot ró a Hospice Alapítványra. Hát bízom benne, hogy most már könnyebb erről beszélni családon belül. Sajnos a Covid-dal kellett szembesülnünk azzal, hogy ez bármikor bárkire lesújthat. Ez nagyon nehezen érintette a családokat, az embereket, tulajdonképpen ennek az utórezgéseit is megélhetjük most. És abban bízunk, hogy egy-egy ilyen programmal, amikor nagyon sokan vagyunk együtt, akkor az együttlét újbóli öröme ezeken a problémákon átsegít, és a pedagógusok, a kis óvodásoknak, akár az iskolásoknak tudnak beszélni azokról a veszteségekről, meg azokról a problémákról, amik egy tartós betegséggel együtt élő családban előfordulhatnak. A beszélgetéseknek, az árnyalt magyarázatoknak rendkívül jó terepet biztosít egy narcisz futás, amelyet immár 7. esztendeje a hegyvidéki gyerekeknek külön is megrendeznek. Az alapítvány vezetője azt mondta, ilyenkor a súlyos betegek, illetve a végstádiumokat élők gondozásáról is szót ejtenek. A Magyar Hospice Alapítvány a kezdetektől a társadalmi szemlélet formálásra éppen olyan nagy hangsúlyt helyezett, mint a betegellátásra. Tulajdonképpen egyik nem létezik a másik nélkül, és ezekkel a programjainkkal a tevékenységünkre, a betegellátó tevékenységünkre hívjuk fel a figyelmet. Az, hogy most gyerekek között vagyunk, az számunkra nem furcsa, hiszen ezt évről évre megrendezhettük ezt a programot 2019-ig, most pedig már nagyon vártuk, hogy újból a gyerekekkel együtt lehessünk, és nekik is nagyon jól el lehet mondani azt, amit egy beteg embernek az ápolása jelent. A Hospice Alapítvány a már említett társadalmi szemléletformálást a narcisz ültetésen, illetve futáson kívül színházi, irodalmi és gasztronómiai programokkal is ötvözi a különböző korosztályoknak.